Folytatjuk a visszajelzéseket az ötnapos kihívásról, ez is egy jó pályamunka, és megkaptuk ugye az engedélyt arra, hogy kielemezzük ugye ezt, ezt, a projektet. Ez győzőnek a megoldása, bennem egy kisebb traumát is feltépett ez a megoldás, mert futásról szól, és annak idején, amikor szeptemberben, e ezen, a, ezen a, ebben a egy hónappal ezelőtt, vagy két hónappal ezelőtt szeptemberben próbáltam kijutni Berlinből, éppen akkor volt a Berlin maraton. És nagyjából két órát tekerektem a városon, miközben rájöttem, hogy meg kellett volna nézni az interneten, hogy milyen alagúton keresztül tudunk kijutni a futók között, és addigra véget ért a maraton. És így indult el egy, egy 900 kilométeres út, de Mindegy, futni egyébként, kifejezetten szeretek én is. Na, akkor nézzük meg a projektet, többféle szempontból is meg fogjuk majd nézni. Először is az első, ami fontos szokott lenni, az ugye a HTML validátor. Ezt remélem mindenki most már bevéste a fejébe, hogy fontos a validáció. Úgyhogy meg is nézzük a validálást milyen hibák vannak benne. Ha vannak. Aha. Itt van egy szó az egyenlőség előtt ez hiba. És ez, ezt meg nem értem. Ja nem, ez, ne, ez nem, nem, arról van szó, hanem class egyenlő license, és itt nincs attribútum név, csak attribútum érték. Itt valami, valami elírás volt. És a validáció, ezt, ezt látod, hogy kimutatja ki. egyébként, sok minden más jó. Itt van egy ilyen footer, amit árválkodik a body után, nem is értem, hogy hogy került a body kívülre footer. Ugye? Ezeket pillanatok alatt észre tudod venni. De látod, hogy ettől függetlenül megjeleníti a program az egészet, és nem veszed észre a hibákat, pedig kellene akkor, ha validációt futtatnál. Aztán ez a szaladhat futás and lifestyle, ez, ez nem egy logó, ez valami grafika. Okay. Tehát a logó az legyen egyszerű, legyen könnyen felismerhető, legyen könnyű aszociálni rá, és ö, legyen szembarát valamilyen szinten. Ez egy... Ö, esetleg, ha elmennék szemműtétre, és ö, extra diopriákat is beépítenék még úgy a szembe, hogy szuper jól lássak, tehát jobban lássak, mint amikor megszülettem gyakorlatilag, akkor esetleg ki tudnám olvasni az évszámokat, de még itt sem mert pixeles. Nem tudom, hogy mi van ott baloldalt. Látod? Ez nagyon nagy probléma, amikor, amikor alig olvasható maga a szöveg, akkor minek van ott az információ. Hát ezért mondom, hogy ez nem logó. A logó az maximum egy pár szóból álljon, de a szavakat se kell feltétlenül kiérni, csak legyen ott valami, ami, ami az arculatot megadja. És ezek a színek, így rendben, hogy a header meg a footer sárga, de semmi más nem sárga az oldalon. Na jó, esetleg a bekeretezés az hasonló, de nem ugyanaz a sárga, ez ilyen sárgás-zöldes valami, valószínűleg egy kicsit másról van szó. Itt uh, szintén van valami érdekesség, lehet, hogy ez a code sandboxnak a hibája, hogy nem tudok kattintani. Né megnézem minden, hogy itt tudok-e kattintani igen, itt tudok kattintani, akkor ez a Code boxnak a hibája. Volt egy jellemzés, ahol szintén volt egy ilyen probléma ezt. Akkor elképzelt, hogy én néztem be, hogy a Code Sandbox megjelenítőjénél van, van, volt ez a probléma, hogy letiltotta valamiért a kattintásokat, nem tudom. De miért csak a fejlécről? Oké, itt ilyen viszonylag egyedi animációk vannak. Egy valami fontos, hogy látod, hogy itt ez a fehér szín jól működik, mert sötét a háttérkép. De amint sárga a háttér, ezt te el tudod olvasni? én ha nagyon rákoncentrálok, akkor esetleg igen, de most mondom, hogy a kontraszt az valahol 1,5 körül vagy alatt lesz. És a, szabvány szempontjából itt most nem tudom, hogy a betű méret szempontja számít, vagy az, hogy most milyen helyen van, de minimum három az egyhez kéne, hogy legyen a kontraszt, de inkább 4,5 az egyhez, azt hiszem 4,5 az egyhez a kontraszt, a dupla a szabvány miatt, ugye akadálymentesítés, accessibility és ez, hogy sárgára írunk fehéret, ez, ez nagyon nem jó. Oké? Okay. Erre vigyázz. Még hovernél is. van, aki elfelejti a hovert. Na nézzük, kihagyhatatlan árak. Igen, én ezeket az árakat kihagyom egyébként. Látod, hogy mennyivel jobb fekete a szöveg? Aztán itt van ez a rész, ez működik. Feliratkozás, most nem mondom, hogy megnagyobbodottak a gombok, meg viszonylag lassú, mert ezt már többször mondtam, hogy ez csak egy ilyen magánvélemény valamennyire, és ez nem rossz. Tehát itt, hogy megnagyobbodik ez a gomb, ez azért nem rossz, mert van elég hely, nem lép interakcióba ez az elem semmi mással. Ez, ez így oké. Okay. Lehet, hogy bizonyos képernyő méreteken már nem lesz oké. Okay. Szóval az ügyfeleink azt mondták, hogy Lorem Ipsum, nagyon jó. És itt van a footer rész. Ide simán... Elfért volna egy cursor pointer, és itt ezek a szociális média ikonok egy kicsit túl kicsik. Főleg a Twitternél látszik, hogy ez a madár, ez egy kicsit nem, nem teljesen madárnak néz ki. Azért mert túl kicsi. Lehetne egy kicsit növelni rajta. Ezek SVG képek, Scalable Vector Graphics. A Scalable azt jelenti, hogy skálázható. Tehát akármilyen nagy lesz, mindig ugyanúgy fog kinézni. Oké, okay, nézzük meg a Responsive Design-t, és itt láttuk már, hogy egybe csúsznak egy kicsit az elemek. Itt, valahol errefelé lesz az, hogy ilyen 500 pixel, ahol a Mindvit alapján már már úgy nagyjából tudsz valamit kezdeni, látod? Most ez a fog, így van, típus hiba, látod? Itt van a gomb, és a gombból kilóg a szöveg, és már a margónak sincs hely, vagy nem, ez, ez nem margó, ez kitöltés, a paddingnek sincs hely, mert nem számított el arra, hogy valaki így meg fogja nézni az oldalt. Erre egy minvit az megoldás nyilván. És így össze belelóg a következő konténerbe is az a rész. De egyébként jól meg van építve az oldal, mert nincsenek ilyen kulisszák mögé tekintés, hogy egy vízszintes görgető sávot jobbra húzol, és akkor ott van az, ami már nem az oldal. Csak ilyen problémák vannak, hogy amikor ilyen a konténernek a hossza, az uh, úgy néz ki, hogy ami benne van, az nem fér el, mert itt ugye itt lehet látni, hogy ez egy flexboxnak néz ki, így van. Tehát az, onnan látom, hogy flexbox, hogy itt van ez a kis rózsaszín rész itt jobb oldalt. Tehát itt van a sor, a soron belül itt van ez a rész, a sornak a mérete meghatározza, hogy mennyi hely van erre. És itt van olyan flex meg minden más. És uh, ez, Ezen belül van egy kép, meg van ez a rész. Na most uh, én itt esetleg egy olyat tudnék gondolni, hogy flex wrap, wrap. És akkor rögtön egymás alatt lennének az elemek, de akkor pedig uh, a justify content se lenne rossz, a justify content center. Nem, nem jó. Nem teljesen jó, mert itt van valami érdekesség van ennél a képnél nem tudom pontosan, igen, igen, aszimetrikus a margó, látod? A bal margó az 5, a jobb margó az 30. Ez a, egy tipikus, tipikus uh, karbantarthatósági hiba, amikor, amikor ezt csináljuk. De nálad ez nem jelentkezett hibának azért, mert te nem csináltad ezt a flex repet, és mindig egymás mellett voltak az elemek, és ezért gondoltad, hogy jó, hát akkor legyen egy 30, 30 pixeles margó jobb oldalt. Ugye? És ezért volt az, hogy te ezt a megoldást választottad. Míg ha így gondolkodnál, hogy néha egymás alatt kéne, hogy legyenek, hogy kiférjen, akkor mindjárt más lenne az egész. Ugye azért is kértük egyébként, hogy csináljatok ugye mindenkinek, hogy csináljatok valami saját dolgot ugye a programban, mert amikor nem követsz egy útmutatót, mint itt az ötnapos kihívásban, akkor jönnek az ilyen koncepcióbeli problémák, akkor jelentkeznek a leginkább, mert Ugye Péter szintén követett el egy-két apróságot, nyilván a kihívás alatt. Tehát nincs tökéletes tananyag, nyilván, és ezek az apró hibák ellenére viszont láttad, hogy Péternek az oldala a végére összeállt, és nincsenek ezek a, ezek a nagy problémák, ugye? És mivel egy kiváló módon lett prezentálva ez a. Ez a, a ötnapos kihívás és inspiráló volt, hogy utána tud, tudja mindenki csinálni a programot, vagy erre is nagyon sokan, mert kifejezetten sok megoldást kaptunk. Ezért látod, hogy tanultál sok mindent, de ott volt Péternek az útmutatása. És ez fontos. Az útmutatás, hogy most ezt csinálod, most ezt csinálod, most ezt csinálod, és csak követed az anyagot, ugye? Ezt Csináljuk ugye varázslatként gyakorlatilag az ötnapos kihívásban, hogy te követed a programot gyakorlatilag. De onnantól kezdve, hogy valamit te magad csinálsz meg, onnantól kezdve ez a, ez a biztonság, meg ez a stabilitás már nincs meg. És amikor már nincs meg ez a stabilitás, akkor jönnek elő ezek a koncepcióbeli problémák, hogy jaj, nincs a konténerben elég helye egy flexboxra, és mit hogyan kell csinálni ez már az elmélyültebb tanulás. Tehát többen kérdeztek, hogy jó, oké, ott vannak az ingyenes tanfolyamaink, nyilván ez a HTML, CSS, mit tud, mivel tud többet a weboldal építő csomag? Hát azzal, hogy ott koncepcionálisan megtanulod ezeket a dolgokat. Nem egy egyetlen projekt építésével, hanem koncepciószerűen, hogy mit, hogyan kell csinálni. Ugye nem véletlen, hogy látom a problémát, mondom rá a megoldást. Volt egy másik projekt, ahol ugye nem tudtunk mondjuk feketével írni a háttérre, mert uh, nyilván ez az volt a probléma, hogy volt -e ahol sötét volt a háttér, volt -e ahol világos. Itt neked nincs ilyen probléma. De ha látnád azt a problémát, hogy nem lenne jó mondjuk a fehér szöveg, mert nem lehet látni, akkor tudnád rögtön, hogy mit kell csinálni. Ugye itt van ez a. ez a Neked van is linear gradient, de egyébként, tehát itt egy fekete háttér van rajta. Ezt onnan is látszik, hogy ha levennénk ezt a fekete hátteret, akkor. Igen, nagyon ügyes, hogy ezt megcsináltad, mert sokkal jobban olvasható úgy, ahogy te csináltad. Látod, ez a, ez a megoldás, ezt megtanultuk. Nem csak ebben a példában, hanem úgy általánosságban. Ez egy ilyen kis apróság. Meg az is, hogy a Background Size az cover például, akkor az miért jó. Igen, neked is cover, itt van hogy ha nem lenne cover, akkor ez hogy nézne ki, ez, ezeket mindig így meg kell, meg kell tanulni, ugye alapozás flexboxnál is, grid rendszernél is, mikor melyiket használjuk, miért ne használjunk ugye ilyen abszolút, meg relatív pozicionálást olyan esetekben, amikor flexboxot és gridet is használhatunk, miért a flexbox és a grid a fontosabb, mert az elrendezésre való a position absolute, relatív, sticky és fixed, az pedig ilyen extra elemekre, amelyek mindig az oldal tetején vannak, és például követik a görgetést. Például ez az Open Sandbox gomb, ezt így lehet megoldani, csak ezt nem te csináltad, hanem a Code Sandbox. Tehát ezeket, ezeket mind koncepcionálisan tanuljuk. Na oké, okay, akkor ezzel megvagyunk, itt ugye egybe az elemek, kiát is láttuk már nem egyszer, meg nincs elég hely, ezeket nyilván ki tudod javítani, ha szeretnéd, és látod, hogy ez egy kicsit sok munka éppen ezért, mert ezekre a plusz dolgokra figyelni kell. Validációt megbeszéltük, a kódnak a minőségét pedig, most gyorsan ránézek a HTML-re, ez oké, okay, nagyjából oké, okay, látom. Tehát ö, esetleg, amikor túl hosszú egy sor, akkor lehet ezt írni, hogy egymás alá, az attribútumokat egybehúzással. És akkor itt van a CSS, ugye a style, szokásos hiba biztos lesz túlkvalifikálás is. Ez, ez, ez ugye ugyanaz a feladat, tehát itt most nem először látom ezeket. Nagyon vigyáz arra, hogy a kikommentált kódot törölt ki. Ez igényesség olyan szempontból, hogy valaki megnézi például egy leendő interjúzató a kódot, és tele van ilyen kikommentált kóda, első kérdés, amit feltesz magának, ezt a mi kódunkban is így fogja majd csinálni, mert akkor nem veszem fel. Erre, erre vigyázz mindig, ha folyamatosan mondani kell neked, hogy ne hagyj debuggert a JavaScript kódban, meg ne hagyj kikommentezett kódot, meg hasonló dolgokat, akkor nyilván nem fognak felvenni, mert olyat vesznek fel, aki ezt magától megcsinálja. Ez, ez, ezért van az, hogy ezekre, ezekre felhívom figyelmet egy kicsit többször, mint talán kellene de látom, vannak kifejezetten ötletes, meg ügyes megoldások, van, amit ugye inspirálódtál az ötnapos tanfolyamból, van, amit te magad tanultál meg, de megcsinálsz 10-15 hasonló weboldalt, és kiválóan tudsz akkor HTML CSS-ben dolgozni. És utána tanulsz mondjuk egy ilyen last vagy SAST, inkább SES-re gondolnék, vagy esetleg style komponencet, JavaScriptet, React-et, és tudsz gyakorlatilag webfejlesztőként dolgozni. Oké, okay, akkor ennyi nagyjából a, a visszajelzés erre a, erre a projektre. Gratulálok, hogy megoldottad a feladatot.